Még mindig itt vagyunk, szeljük a kilométereket Marokkóban. Marokkó nyugati részén, az Atlanti-óceán partján a maga 3 millió lakosával Casablanca, Afrika 6. legnagyobb városa, és ezt mutatjuk most meg nektek, vagyis csak egy kisebb szeletét, mert minket a történelem és a kultúra jobban vonz, viszont Casablanca mára már egy óriási metropolisszá vált. Második legnagyobb meccsetét. Úristen, mekkora. De jó éj, vajon nem fér bele. Keep left. Manha. Igen. Le. Azt mondta? Akkor most lemegyünk egy alagútba. De jó. Hát akkor elvenjük. Na most fogta! Most fogta, Poli! Ne! No, büdös lesz! Sukran! Megmutatta neked! Képesztő egyébként a látvány, tényleg. És hát ugye ezt tudjuk, az Atlanti-óceánnak nagyon vadak a hullámai, ugye? Hát ez már vége láthatatlan víz. És monumentális az épület egyébként. Ugye? Azt tudjuk róla, 700 millió dollárból épült, ugye? 25 ezer hívő befogadására képes ez az épület. Egyébként ez egy olyan mecset, amit a nem igaz hitűek is látogathatják, tehát mi keresztények is abban a megtiszteltetésben részesülünk, hogy bemehetünk, de egyébként annak is tekintem, mert ugye ez a világ második legnagyobb mecsete, és egyébként nagyon szép, tehát nekem nagyon-nagyon tetszik, gyönyörű. Tehát annyira monumentális épület, hogy döbbenet. Most így még távol vagyunk tőle. 710 méteres minarete a világ legnagyobb ilyen építménye. 22 óriási kapu van rajta, amit elektromosság működte, mert az emberek nem tudnák kinyitni. És mindjárt odaérünk, és megnézzük. Ez a hatalmas épület egyébként 9 hektáron terül el. A tető 1100 tonna súlyú, és 5 perc alatt kihúzható alumíniumból van. Belül van könyvtár, korániskola, törökfürdő, múzeum és konferenciatermek, és képzeljétek, padlófűtés van az épületben. A casablancaiak egyébként nagyon büszkék rá, ugyanakkor nehezményezték, hogy végül 700 millió dollárból épült fel, és 13 évig épült, és nagy részt közadakozásból finanszírozták. Az utolsó 5 évben 6000 marokkói művész dolgozott hihetetlenül aprólékos munkával a díszítésen. Faragott gipsz, bordűrök, mozaikok, metszett és festett cédrus mennyezet díszíti. Egészen elképesztő, tehát mi is úgy éreztük, hogy ezt ilyen szépet talán még soha nem láttunk. Nagyon aprólékos, és látszik, hogy az emberek szívesen vannak ott, a gyerekek azonnal birtokba veszik, hűsölnek, leülnek a földre az emberek az árnyékba. Látszik, hogy ez egy közösségi tér. Thank you.
hívja a híveket imára. Napi 5-ször. Nagyon jó volt éjszaka hallgatni, de ez az ő kultúrájuk része. Mindenki az 1942-ben bemutatott híres Casablanca című filmből ismeri a várost, amiben Humphrey Bogart és Ingrid Bergman játszotta a főszerepet, és 3 Oscart is nyert ez a film. A második világháború elől emigrálni vágyó emberek utolsó mencsvára volt Casablanca, ahol a film játszódik. A filmet nem más, mint Kaminer Manó, vagy Mihály Curtis, vagy ahogy mi ismerjük, Kertész Mihály magyar-amerikai filmrendező rendezte, amiért Oscart is kapott, de semmit nem hasonlít a város arra millióra, amit a film kölcsönöz, azóta teljesen megváltozott. Mára egy arab világ tárul elénk. Nagyon tipikus, tehát megálltunk egy benzinkúton itt az út szélén. Hát semmi különös, egy kis koszos benzinkút. Egyébként általában ezeken a benzinkutokon van a legjobb étel, mert itt helyben csinálják ezt a tazsint. Ez az ugye, amiről már majd esett szó, ez a saját ételük. És az, ami érdekes, hogy most itt láthatjuk, hogy milyen kávét fogunk fogyasztani. Tehát semmi köze a McDonald's-hoz, meg egyáltalán nem is szeretnénk egyébként, mert innánk egy jó, tradicionális kávét, marokkói kávét, de vicces, hogy valószínűleg letölthették a képet az internetről, és akkor ezt rakták ki reklámnak. Igen, ők ezt így másképpen gondolják. Szóval ezt most megisztuk ezt a McDonald's-t. Ja, már fizettél? Ja, értem. Na, szóval kértünk két... Ne bánts már, hát most akarom felvenni. Szóval kértünk két kávét, ez ilyen... Nagyon finom a kávéjuk egyébként, ezt hozzáteszem, tehát a saját kávéjuk nagyon finom. A higiéniával vannak komoly gondok itt, szóval nézzétek csak meg a cukromat közelebbről. Ott mászik egy hangya. Na... Hát igen, aki engem ismer, azt tudja, hogy az én gyomrom nagyon nehezen fogadja be az ilyesmit. Nem a hangját, hanem úgy egyébként. Tehát, hogy tehát komoly higiéniai elvárásaim vannak mindennel szemben. A férjemnek még ennél is nagyobbak. Úgyhogy, na igen. Szóval a cukrot most nem fogyasztjuk el, csak a kávét. És nem próbálunk meg belegondolni abba, hogy hogyan főzte, mit fogott meg előtte, és mi ment keresztül, és mennyire tiszta a gép, és stb. De utána elmondjuk, hogy mennyire volt finom. Felmerül a kérdés, hogy minek jön valaki egy olyan országba, ami viszonylag hát elmaradottabb higiéniai szempontból, mint mondjuk Európa, de csodálatos kultúrája van Marokkónak, illetve nagyon szeretjük Afrikát is, úgyhogy elsősorban ezért. Fezből mentünk Rabatba, majd onnan Casablancára, ez egy ilyen 3,5 órás út, 307 kilométer, és Casablancától pedig Rue de Essaouira-ba megyünk, ahol megnézzük a történelmi belvárost, illetve tevegelni fogunk, és majd a magazinba. Különben jók az utak. Mert ez azért van, mert nincsenek kamionok, meg semmi. Nem teszi tönkre semmi. Most mi a lovaskocsi, meg az a néhány autó? Az utazásunkról találtunk már Fezből egy videót, illetve Rabatból, ugye Marokkó fővárosából, és most ez Casablanca, illetve még egy videóval majd tartozom, ami Marrakesben volt, ugye onnan fogunk majd hazarepülni. Ha szeretnétek többet megtudni az utazásainkról, akkor iratkozzatok fel anya csatornájára!